A pécsi járási ügyészség állatkínzás büntette miatt emelt vádat egy pécsi nő ellen, aki a kutyáit nem etette, emiatt azok közül az egyik elpusztult. A nő lakóhelyén tartott kutyája még 2020 őszén 7 kiskutyát ellett, melyekből 2 elajándékozott. A nő a megmaradt 5 ebet sem akarta megtartani, ezért miután a kutya befejezte a kicsik szoptatását, berakta azokat a házához tartozó udvaron lévő melléképületbe. A vádlott ezt követően az 5 állatot ott zárva tartotta, nem gondoskodott arról, hogy ételhez jussanak. A kutyák a helyiségben található dolgokat próbálták megrágni, megenni. Ennek következtében az egyik kiskutya egy szivacsot is megpróbált megenni, amelynek következtében ő elpusztult, ugyanis ez a fulladását okozta. 2020. decemberében állampolgári bejelentésre került sor, ekkor kimentek a rendőrök a helyszínre, és a meghalt, elpusztult kiskutya mellett 4 további kutyát találtak, akik kórosan sovány voltak. A bejelentést egyébként maga a nő tette, szomszédja ugyanis légpuskával lőtt a levegőbe, mert elviselhetetlenek voltak a hangok és zajok. Ekkor vizsgálta meg a rendőrség a melléképületet. Az életben maradt 4 kiskutyát egy állatvédő egyesülethez szállították, miközben a vádlott tagadta, hogy tudott volna az ebekről. Az elkövető cselekménye az állatkínzás büntettének a megállapítására alkalmas, ennek a büntetési tétele 3 évig terjedő szabadságvesztés.